A tavalyi bronzérem után idén is a dobogót célozta meg az alapszakaszból és az országos elődöntőből minimális szetveszteséggel továbblépő együttes. A hatos döntő első meccsén a Vasastól 3-2-es vereséget szenvedett a nyíregyházi gárda, a folytatásban azonban már csak győztes mérkőzések következtek. A Gödöllő ellen 3-0-ra, az MTK ellen 3-2-re, a Békés Csaba ellen 3-1-re nyertek a Moravszki Tanítványok, akik a fináléban 3-2-es győzelemmel vágtak vissza a Vasasnak a csoportmeccsek során elszenvedett vereségért. Ez nem egy éves munkának az eredménye. Ez a közös csapat két iskolára épül, mondhatom, hogy Móriczben vagy Ben Móricz, a lényegen nem változtat. A gyerekeket igyekeztünk összekovácsolni, igyekeztünk olyan felkészülési megmérettetéseken részt venni, hogy az előző évek megalapozott munkáját egy évben olyan szinten tudjuk kamatoztatni, hogy ebből egyesületi szinten a lehető legjobb eredményt tudjuk kihozni a lányokból. Ezt így utólag mondva nagyon örülök, hogy sikerült. Kőhalmi Rihárd szerint a lányok közül néhányan hamarosan ott lehetnek majd a felnőtt csapat keretében. Nagyon fontos számunkra, hogy a korosztályos csapataink ilyen kimagasló eredményt érnek el. Természetesen tudni kell, hogy OGB-ről van szó, gyermekbajnokságról, de hát ezek 2000-es születésű gyerekek, tehát 14-15 évesek hamarosan középiskolába kerülnek, és ott ugye már eldől a röplabdás karrierjük. Egyikük másikuk vélhetően már nagyon fogja döngetni a nagy csapat kapuját, úgyhogy valóban egy nagyon sikeres és nagyon megsüvegelendő eredmény született, aminek mi is nagyon örülünk. A nyíregyházi játékosok közül ketten is külön díjat kaptak, Ratkos Petra a torna legértékesebb játékosának bizonyult, Svengler Stefániát pedig a legjobb feladónak választották meg a szakemberek.